Sziasztok! Akárhányszor élőzök, vagy ilyen kérdezfelelek videóhoz írom ki, hogy írjatok kérdéseket, mindig felmerül az a kérdés, hogy én kiket nézek, én kikre vagyok feliratkozva, akik a kedvenc youtubereim. Ezért azt gondoltam, hogy most készítek egy ilyen videót, amiben elmondom, hogy most éppen jelenleg ebben a pillanatban, mik a kedvenc YouTube csatornáim, kik a kedvenc youtubereim. Úgyhogy, ha érdekel titeket ez, akkor tartsatok velem, 5 plusz 1 csatornáról fogok beszélni. Az első csatorna, akit ti is biztosan ismertek és biztosan követtek is, magyar, és igen, azt elfelejtettem mondani, hogy csak magyarok lesznek ezen a listán. Szerintem Magyarországon nagyon-nagyon ismert, For Her Vlog Sandra, aki nyilván tudjátok, hogy ki ő, ugye általában ilyen csajos témákat, ilyen beauty témákat feszeget, nagyon ritkán vannak nála a vlogok, pedig azok is nagyon jók, úgyhogy bárcsak több vlog készülne nála, illetve szokott néha ilyen anyukás témákról is beszélni, ezek az ilyen várandós vlogok, de ugye ezek ritkában vannak sokkal. Szerintem neki nagyon-nagyon szerethető személyisége van, nagyon-nagyon jók a videói, és nagyon-nagyon hitelesnek tartom azt, amit elmond, úgyhogy én őt nagyon szeretem. Aztán maradjunk akkor ezen a beauty vonalon, a következő, akiről beszélnék, az Krucsó Évi, aki ugye régen Citromhab Éviként volt ismert, most már ugye megváltoztatta a nevére a csatornájának a nevét, és Németországban él kint, de nyilván ugye egy magyar lány, innen Békés megyéből származik, és nála is ilyen beauty témában találhatok videókat. Nagyon laza, és semmi mesterkéltség nincs benne, ezt szeretem benne a legjobban, és őt is nagyon hitelesnek tartom, úgyhogy szeretem az ő videóit is. Oké, akkor áttérnék egy kicsit így, hát legyen mondjuk, nem is tudom, tehát hogy a többiek azok már így nem ebbe a témába tartoznak. Jó, legyen ez. Egész évben nagyon-nagyon szerettem a Détlott Krisztának, ugye a vmn.hu-nak az Elviszlek magammal című, hát ilyen vlog sorozatát. Ez így mindig szerdánként került fel, és akkor tulajdonképpen arról szól, hogy ilyen ismert közéleti személyiségeket beültet ugye az autóba, és akkor így elviszi őket valahova, ahova ők mennek éppen, és ott beszélget velük magánéletről is, munkáról is, mindenről, és nagyon-nagyon érdekes volt. Hát kicsit én azokat szerettem jobban, tehát nem ezeket, amikor celebekről van szó, de nyilván azokat is mindig meg szoktam nézni, mert hát nagyon érdekesek ezek a műsorok. Jó, a következő legyen Magyarósi Csaba, őt, hát nem is tudom, olyan július óta nézem nagyjából talán, és most indított idén egy ilyen napi vlogot is, amit megvesztem, pláne szuper, tényleg nagyon-nagyon jó, úgyhogy nézzetek be hozzá, és nagyon érdekesek a napi vlogjai, mindig van benne valami izgalmas, és tehát nem az, hogy unalmas, és mindig ugyanazt nézed, és hogyha valami nagyon rossz, azt is elmondja, úgyhogy én nagyon szeretem az ő csatornáját is. Jó, aztán itt van a Szímai Gergőnek az utazós csatornája, az AFK Légió, ami ugye nem a, tehát őt ismerhetitek a Hollywood News Agency-ből is, és azt is nézem, és arra is fel vagyok iratkozva, de nem az a kedvencem, hanem ez az utazós csatorna, mert nagyon érdekesen mutatja be az úti célokat, és hát tök jó így látni a felvételeit, mert egyszerűen annyira profi az egész, hogy imádom nézni. Jó, és akkor ez volt ugye így őt, és akkor most jöhet a plusz egy, a barátnőmnek, Ritának is van egy csatornája, a Tündérkert, és Rita valami eszméletlen jól vág, szuperek benne a vágások, nagyon-nagyon élvezhető és szép a maga a képi világa az összes videójának, általában ilyen DIY, vagy főzős videókat rak fel, ritkábban hólokat, meg kedvenceket, de azok is nagyon-nagyon jók, úgyhogy őt is ajánlom, hogy nézzetek meg, mert tényleg nagyon-nagyon tehetséges, és szuperül csinálja a dolgait, és jó a minőség is, meg minden, úgyhogy nézzetek be hozzá. Hát ez lett volna az én 5 plusz egy kedvenc YouTube csatornám. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, így a végére a hangom is elment. Hogyha így volt, akkor lájkoljátok, és írjátok meg nekem kommentbe azt is, hogy ti kiket követtek, nektek kik a kedvenceitek.
és hát ha találok valaki olyat, ami, aki nekem is tetszik, úgyhogy fel tudok rá iratkozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!